Szőke András Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró és színész Talján Dörögdön él, amely nem messze van Kapolcstól, így azt gondolom nem meglepő, hogy a Művészetek Völgye fesztivál egyik arca lett. Éppen ezért az Ősök házában tart túravezetést a fesztiválozóknak, és erre a mi Pataki Szabink is ellátogatott. Nézzük meg, hogy érezte magát. Ahol most vagyunk, a Dél-Bakony egyik különleges települése, Talján Dörög, és ott látható az Ősök háza, ahol különleges régi tárgyakat, a környezetünkben lévő üzeneteket próbáljuk összegyűjteni és elmesélni. Szőke András rendező, színész és humorista, a Művészetek Völgyében az Ősök házában az egyik házigazda, és itt is áll mellettem András. Nagy szeretettel köszöntelek, ez Talján Dörög, ez a település, ahol vagyunk. Itt élek, és az önkormányzati munkában is részt veszek, és ez egy régi római katolikus plébánia, amit Illés Sándor atyával felújítottunk, és a településnek, meg a Dörögdi medencének a múltját próbáljuk kutatni. Aki ellátogat ide a Művészetek Völgyébe, annak te itt tárlatot vezetsz. Milyen élményekkel gazdagodnak az ide látogatók? Ha most megnézzük azt, hogy a Művészetek Völgye összetett programsorozatában mennyi minden van, akkor igazából azt is mondhatnánk, hogy az ország bármelyik részén lehetnének a jazz, rock, népzenei, vagy éppen versekkel kapcsolatos programok. Gyönyörű a háttér, de kifejezetten a két falu kapcsolatában ez a helyszín magát a Dörögdi medencét mutatja be. És interaktív hely vagyunk, ahol nem ritkán előfordult az elmúlt években, hogy kenyeret együtt sütöttük, vagy éppen két nap múlva együtt fogunk főzni. Itt például a plébániának az előszobájában vagyunk, és ugye ez egy 650 fős falu. Gondolnánk, hogy a régi tárgyak mellett nem nagyon vannak ritka történetek, pedig ha megnézzük ezt a fotót, amely az annak idején működő filmgyár, a Lumumba utca 174-ben B. Müller Magda fotója, 1967-ből azt látjuk, hogy Latinovics Zoltán valahol itt ül, ahogy így elmozdulok, mert konkrétan Gál István Keresztelő című filmjét itt forgatták. Az egész film a faluban készült. Rutkai Éva, Latinovics Zoltán és nagyon-nagyon sokan, Simén Falvi Sándor játszottak ebben a filmben. Ebből a filmből tudjuk azt, hogy a 60-as években a falu hogy nézett ki. De nem csak ez a helyszín van, nézzük meg a rádióstúdiót. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy múzeumba kerültünk, szintén a plében egy másik szobájába, ez a rádióstúdió, ahol egy analóg rendszer van, kazettás magnók, bakelit lemezjátszó, szalagos lejátszók, ezek működnek, mert Illés atya annak idején rádióamatőr volt, de valójában ez egy működő stúdió, még az is, most is minden héten adunk innen, még az is előfordult, hogy a Budapesten létező Tilos Rádió és a Mária Rádió mind a kettő egyszerre kapott innen élő adásokat. A következő helyszínünk, ami talán érdekes lehet, nem is a gyógynövény szappanok miatt, hanem ami mögöttem van, ez a nagy szoba. Itt gyakorlatilag 1762 óta működik az épület, és nekem szobafestő a szakmám. Amikor egy tisztasági festést végeztünk, véletlenül 1762-ből előkerült a barokkfal, ezt egy patron mintával 5 hét alatt javítottam ki, fölötte pedig 20 évvel később a cop stílus, és klasszicizmusból is megtaláltuk az eredeti festéseket. És itt a plébánián is kolostori gyógyászattal, népi gyógyászattal és annak kutatásával is foglalkozunk a kollégáimmal. 1600-tól vannak itt levélteri anyagok, és ezeket a szappanokat mi készítjük, az illóolajokat és a kivonatokat is. Tehát abszolút az Ősök házához tartozik. Milyen programok lesznek még itt? Többnyire valláshoz kapcsolódó programok zajlanak és lesznek. De az Ősök házából adódóan ez nem egy egyszerű hely, mert elmúlt 20 évben a medence zsidó kultúráját is mi próbáljuk ápolni, ez jelenti a temető felújításokat, de jelenti az életmódot is, a falusi életmódot. Népzene, táncház, szombaton lesz egy nagyon különleges jazz rock koncertünk, és épp tegnap este volt Kapolcson a Kalapos udvarban az első vetítése Badás Sándorral együtt, egy stand-uppal a Delelő Jobbsitos és a Fekete Bárány című vígjáték, és elmaradhatatlan társ évek óta Bede Róbert mesterszakács, és azért nagyon fontos, hogy néha akár a humor is benne legyen mindebben, mert ha valahol a figyelmet egy pillanatra átadod, akkor lehet, hogy avval élményanyagként
emléket hozol létre, és majd emlékezni fognak rá például így. Tudod, hogyha ez történik, akkor egy idióta riportalany volt abban a pillanatban, és lehet, hogy ez sok másik mellett fölidéződik, és lehet, hogy utána elkezdesz gondolkozni azon, hogy mondjuk egy délvakony miért fontos. Köszönöm szépen, neked pedig jó tárlatvezetést itt a Hősök házában. Nagyon szépen köszönöm.